Az előző rész tartalmából. Hello, Fúrédia! Na, hát szevasztok, srácok! Harmadik nap! A harmadik napon, amikor eljutok végre Olaszországba. A tegnap elmondottakból annyi marad igaz, hogy a Mangartra bemegyek, a igen, az a másik hágóhoz annyira nem fog bejönni. Túl hosszú lenne az út. Úgyhogy azt kihagyom, de az összes többi az marad. Csak egy a kis sotrogány. Na, mindegy, és akkor a nap az így folytatódik. Gyertek velem! Tehát ilyen az, amikor indulás után rögtön meg kell állni, mert az, hogy elfelejtett betenni a füldugót, miközben a sisak kommunikáció maximális hangerőre van állítva. Az fájdalmas. Fejem rezonált a hangerőtől. Na gyerekek! Hoho! Hegyek között, völgyek között zakatol a vonat. Én a legszebb. Nem mondjátok, nincs bennem az X. Bár az eredeti terv szerint Szlovénia felől akartam megközelíteni a Mangartot, a navigáció azt javasolta, hogy inkább Ausztria felől menjek, és milyen jól tettem ezt végül. BKV, az vagyok én. Personal Kraftwagen. Ich bin ein PKW. Jawohl, ich bin. Tudjátok, mit csinál egy unatkozó motoros? Nos, flörtöl a navigáció női hangjával azon az ország nyelvén, amiben van. Die zweite Ausgang. Natürlich, meine Liebe. Ich habe erotische Träume auf dir. Du hast wirklich schöne, lange Zunge. Du hast wirklich schöne Zunge. Okay. Mit találtam nektek? Hó, tiszta víz. És nem tudom, látjátok, de ott a víz alján ott egy BMX. Nézzétek már, hülyéket másznak, miközben mehetnének a vízbe is. Na gyerekek, ha jó helyen vagyok, vagy jó helyen vagyok? Ezt kukkoljátok meg! Jippi! Kibaszott túl ott van! Adja! Tudjátok, milyen ez, basszus? Mint amikor a Mátra 10 évig szteroidon él. Voltok! Oh, Dreisiger Zone. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut.
Ich bin wieder aus Slowenien. Oh, hallo. A szlovén szupermotópálya, így néz ki. Na tessék. Oh, hát ezt a csofat függőhidet nézzétek. Leng is, mint állat. Hú, de tiszta a víz ennek. Hú, de rock and roll. Hát ez Uber király. Úgy az a. Szóval, amit mondott a lelkem, nem tudunk végig menni, mert van egy 1 kilométeres szakasz, valamiért le van zárva. Addig maradok, ameddig akarok. És... Szóval addig maradok, ameddig akarok. Elfelejtettem megkérdezni, hogy drónozni lehet-e, de megpróbálom.
Ahogy egyre magasabbra értem, úgy egyre inkább elakadt a szavam. A videó készítése közben azon gondolkodtam, hogy így 22 év távlatából, amikor is eladtam az utolsó autómat, hogy vajon ugyanitt autóval megtalálnám-e a szórakozásomat vezetés közben. Hisz az Artcasti hihetetlen sokat elvesz a látványból és az élményből. De azt hiszem, hogy nem találnám meg. Ismerősök kérdezték tőlem, hogy milyen autót vennék, ha úgy adódik. Erre csak egy válaszom van. Ha tudtok Peugeot 205 GTI-t vagy 96-os CRX-et nagymamától hétvégi autóként használva kevés kilométerrel, makulátlan állapotban, szóljatok, talán meggondolom magam. Kétségtelen, hogy a Mangart feltette a koronát a harmadik napra, de hát valaki másra számított. Innen már csak pár kilométerre volt a határ, és az olasz szállásom Udine közelében. Beraktam hát a vén csatalobat kettesbe, és motorfékkel legurultam a hegyről. Sietni? Itt? Minek? Hova? Félúton belefutottam egy csapatba, pár német tinédzser, csupa kanyar vadász járgánnyal. Olyanok, akik iszonyat tempóval az első kanyarban kifújták volna az orromat egy pályán. De itt, kikapcsolt motorral gurultok le a hegyről, élvezve a csendet. Érdekes volt őket látni így. Ciao bene! Tutto grazie! Mille! Mille grande! Megértem. Agroturizmo. Yeah. Yeah-hey! Megérkeztem. Szóval a szoba kicsi, de olcsó. Tiszta és nagyon rendben van. A házinéni hiper-szuper okés, kaját csinál nekem. Úgyhogy nagyon szuper. Gyerekek, komolyan 15 ezer forint ez a szállás itt, amit mutatok. Ha valaki úgy gondolja, hogy sátrazna, ne. Van ilyen szállás 15-ért. Győzött, ez van. Iszonyat hosszú volt a nap. Ugye Szlovéniából indultam, utána egy karikával át, ugye Ausztrián keresztül vissza Szlovéniába, kajáltam egyet, aztán pedig fel a Mangartra. Majd a Mangartról egy ilyen gyors menettel érkeztem el ide. Nagyjából Udine mellett vagyok valamivel. Hulla vagyok. Herótomban a kanyaroktól.
És ez jó hír. Azt hiszem... Na mindegy. Holnapi nap tervezés alatt még. De kövessetek. Jó reggelt, Vietnám! Ja nem, az egy másik túra lesz. Na szóval, jó reggelt, Olaszország! Posztok! Hát ez monumentális. Fölértem és beértem a felhőbe. Hey! Készen vagyok, mint a házi feladat. Megérkeztem. A szoba kicsi, de olcsó. Szóval... Jéhéj! Megérkeztem, szóval...